Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsor. Kerner Zsolt, Pető Péter és Bánszegi Rebeka a mai háromharmad napi utáni részében, ugyanis hiába van péntek, ez most nem egy megszokott hétköznapi háromharmadadás lesz, hanem egy napi utáni, amiben a kérdéseitekre válaszolunk. Azért döntöttünk így, mert hogy a mai napon pénteken lesz egy kormányinfó, lesz egy tüntetés, holnap lesz Orbán Viktor évértékelője, és úgy gondoljuk, hogy ezekre az információkra még szükségünk van, hogy átfogó képet alkossunk az eseményekről, úgyhogy hétfőn fogunk jelentkezni a normális hétköznapi háromharmaddal, és mielőtt még rátérnénk a kérdéseinkre, még egy közérdekű információnk lenne, hogy március 5-én pedig újra háromharmad élő felvétellel készülünk, ezúttal újra itt Budapesten, a három hollóban, és az eseményre még tudtok jegyeket venni, aminek a linkjét meg fogjátok találni a leírásban. És akkor kezdjünk is az első kérdésünkkel, hogyha ki tudom nyitni a telefont, mert új telefonom van. Enge, eleve ilyen generációs különbség, hogy a Jóska most már -e gyakorlatilag egy ilyen 5 négyzetméternyi papírt terít ki maga elé, amikor... Ennek ellent mondok, ki... mert én meg szoktam kézzel mindig, uh -huh. kivéve akkor, amikor a kérdéseket hozzuk, mert az egyszerűbb telefonnal, már, azt már nem írom le. Uh -huh. Tehát első kérdésünk Bencétől érkezett. Mit gondoltok, miért van nagyobb vízhangja a kegyelmű ügynek, mint a külföldi embercsempészek elengedésének? A no migration, no gender, no war tételmondat mindkettő durván megsérti, ráadásul az embercsempészek közül a kormány közvetlen utasítására engedtek sokakat szabadon. Miért gazolt be Orbán attól, hogy rájuk ég az ügy, ha a mérésekből azt látták, hogy a szavazók igazából nem bizonytalanodtak el? A gazolt be, az azt jelenti, hogy Gozo. Hát szerintem ne fordítsuk. A, a pará, parázotnak tűnik ez a Az jó, igen, igen, jó fordítás. De akkor a kérdés. Parancsoljunk. Oké, kezdjem én? Igen. Jó, én egyébként ez szerintem egy iszonyú jó kérdés, és én ezen már a kérdés előtt is tök sokat gondolkodtam, hogy miért van ez, és nem is biztos, hogy vannak rá megoldásaim, mert szerintem van egy csomó olyan alkalom, amikor szinte véletlenszerű, hogy melyik ügyből lesz valami Uh, van több tippem, hogy miért van ez. Egyrészt az, hogy a pedofília ügye az, uh, az sokkal közelebb érezhető az embereknek, mert gyerek azért nagyon sok embernek van, uh, migránsokkal nem sok mindenki találkozik. Ráadásul az, hogy itt, itt a történet is egy sokkal jobban eladható valami, mert itt nem tehát, hogyha le akarjuk fordítani, nem az történt, hogy elengedtek olyan migránsokat, akik nem tudom, rendőrökre támadtak, mert szerintem az lett volna egy hasonló kaliberű ügy, hanem itt embercsempészeket engedtek el, és ez egy nehezebben azonosulható valami. Másrészt meg azt, hogy szerintem részben ennek a mostani ügynek a felháborodás méretét és a következményeit azt, ö, azt a, a kormányzati reakció is adta. Tehát ott volt egy alapfelháborodás, amiből éreztették, hogy ez nekik árthat, de ebben az ügyben a, ugye mi azt beszéltük korábban, hogy egészen addig nem éreztük, hogy itt lemondhat a novák, amíg az Orbán meg nem szólalt, és ott sose volt ilyen reakció. És még ha volt is mérhető hatása ennek, amit kétlek, mert nem jutott el ennyi emberhez, az információ eleve, hogy ez történt, akkor is nem reagálták le, és ezért nem lett belőle semmi, ahogy nem tudjuk, hogy ebből lesz-e egyébként hosszú távon bármi. Én is azt gondolom, a kérd, amit a Zsolt fejében mondott, hogy øh, igen, azért érdekes felvetés, mert valójában a logikájában szerintem is illeszkedik abba, amit az olvasó is, olvasó, én még ugye a rajongója vagyok mindig azoknak, akik nem audiózilás tartalmakban ismerkednek a... Mondod ezt egy eh, videós podcast. Világgal, szépen, igen, de én a inkonzisztenciák barátja is vagyok az életben, szóval ezt ne felejtsük el. A Peti leíratja otthon a chat gpt igen de az értelemben, a, ahogy a néző-hallgató felvetette, az szerintem is, egy, ö, szerintem is egy érvényes kérdés. És nekem sincs rá nagyon ö, exakt magyarázatom. Szerintem számos tényező van ilyenkor egymás mellett. Egy kicsit egyébként az ilyen rendszerek története, most van egy Török Gábor interjúnk is ö, pont ma, úgyhogy ö, aki teheti, olvassa, érdemes szerintem, hogy, a, hogy látja ő a, jellegi helyzetet, és ebben van egy rész, amit amiről beszél, és erről sokszor szoktak nyilván az ilyen típusú rendszerek kapcsolni, hogy ezek ilyen ö, időzített bombák mindig. Tehát, hogy öregszenek a rendszerek, ugye soha nem lehet tudni, hogy melyik az az ügy, ami jobban megviseli őket. Az öregszenek az abban az értelemben, hogy ö, minél tovább vannak hatalmon, akkor annál több feszültség van bennük, annál inkább termelik a, a, a az aknákat, és egyszer valaki rálép, és én is azt, azt a képet szoktam mondani, kicsit olyan, mint a, ilyenkor a, 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 kormányzó pártok, illetve a, ilyenkor veszélyérzetüket vesztő kormányzó pártok, vagy sok esetben veszélyérzetüket vesztő kormányzó pártok, mint a tűzszerészek a filmekben, mikor vagdossák a, a, a vezetékeket, vagy a piros, vagy a kék, igen, drótot, és akkor egy ponton már nagyon magabiztossá válik, és akkor oda figyelme figyel, vagdos, és egyszerűen elvág valamit, és lehet, hogy le, mondom, lehet, hogy abszolút, vagy hogy mondjam, a saját erkölcsi kereteink közül éppen olyan ügynél, amit mi egyesnek ítélnénk, más tízesnek, tehát nem, vagy volt korábban tízes, most az egyes. Most ugye másról van szó, mert most valójában a legerősebbnek ítélt ö, ügy, tehát a, ahogy a Zsolt mondta, ez olyan típusú ügy, ami a legáltalánosabb tabuja a társadalomnak plusz az áldozat gyerek. Tehát ez egy egyszerű, és a Fidesz politikájának ugyanúgy a központja, tehát itt, itt ez egy olyan erős társadalmi megvetés, vagy olyan erős társadalmi elutasítás övezi, ami szerintem alapvetően arra predestinál hogy ebből egy ilyen típusú nagyobb ügy legyen. Szóval szerintem az nem kérdés, hogy ez miért ment ekkorát, az kérdés, hogy esetleg, hogy a említett ügy, vagy a kérdésben szereplő ügy, az miért nem nagyobbat. Mondom, szerintem messze elmarad, mert ott nincs áldozat. Szerintem az egy fontos kérdés. Abban akkor közvetlen áldozat ebben az értelemben. A kerítés áll. Tehát magyarul itt ugye egy szimbolikus kerítés szerintem lebontottak ott. A kerítés áll, Egyébként Brüsszel nem engedi, hogy fogva tartsuk őket, tehát hogy, hogy ott illeszkedett, és a politikai hangulat éppen nem volt olyan, tehát hogy milyen számos tényező lehet, abban szerintem nincs kérdése, sokkal nagyobb ügy mindenképpen. Az, az meg néha magyarázhatatlan, hogy egy-egy ügy miért maradt kicsiben, más meg éppen miért nő nagyobbra. Számít az aktuális politikai nyomástól, számít a politikai kl klíma, számít a választópolgárok aktuális érzület, hogy hogy ítélik meg, és mindezek elegyéből kijön egy, egyenlet, és nehéz szerintem ezt megoldani, hogy a, ennek mi, melyik ügyben melyik, mennyi lesz az eredménye. Bocsánat, tudom, hogy meg... itt nem vitatkozunk, csak még egy fél mondat, hogy szerintem abból se lenne semmi, mert itt úgy nem vitatkozunk, hogy, hogy a, napi rend utánnak nem része az, hogy egymással vitatkozunk. Ugye kérdezővel is szeretnél vitatkozni. Nem, 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 én csak az, én illusztrálni. Egymással nem? most talált egy lyukat a szabályba, és azonnal... Nem, én csak illusztrálni szerettem volna, hogy szerintem a, abba, annak sem lett volna ilyen következménye, hogyha kiderül, hogy a kormány titokban fegyvereket küld Ukrajnába. És az ugye úgy, nagyon hasonló. Azt nem hiszem én. De no, hát... most terúljuk fel a. Jó, azt uh... majd... de ez szerintem egyébként szerintem se lett volna, és szerintem amúgy azért, mert hogy ez egy személyhez köthető volt. Szóval szerintem ez az ügyben nem csak az, hogy volt egy áldozat, hanem hogy volt egy elkövető is, akivel szemben nagyon szépen meg lehetett építeni ezt az egész történetet. Akinek ráadásul az egész politikája erre volt felépítve, az már egy zárójeles. De hogy szerintem maga az a tény, hogy mondjuk akár az, hogy elengedik az embercsempészeket, akár abban az esetben, hogyha mondjuk fegyvert akkor egy kicsit úgy eloszlik a felelősség, hogy akkor kicsinálta pontosan kihez köthető a rendszernek, és a rendszer ellen szerintem nehezebb igazából indulatokat kell tenni, mint egy-egy személyhez, vagy akár kettőhöz, mert ugye láttuk, hogy aztán Marguidit is belefért még abba, de, de alapvetően itt szerintem a Novák Katalin személye volt az, ami. Valaki küldje be kérdésnek, hogy mit gondolunk erről, és akkor majd lehet róla ilyenkozni. Második kérdés uh, Ádám részéről. Az ATV február 9-én bejelentette, hogy rendkívüli egyenes beszéd lesz szombaton, február 10-én. És milyen érdekes Novák Katalin és Varga Judit pont szombaton mondott le. Önök szerint ez véletlen lenne? Ez egy nagyon fontos kérdésnek tartom, mert lehet az újságírásról egy picit beszélni hozzá. Természetesen azzal a feltételezéssel élhettek, hogy eszkalálódik az ügy, ahogy azt mindenki tudta. Tehát ez egy nagyon helyes újságírói eljárás volt. Ez pont úgy, mint a 24.hu-nál is elő volt készítve annak a cikknek az alapja, melyet meg kell jelentetni akkor, ha úgy alakul, hogy Novák Katali lemond. Tehát az újságírók sokszor egyébként előfordul olyan is, hogy fölöslegesen dolgoznak, mert ha Novák Katali nem mond le, akkor nyilvánvalóan a mi kollégánk, aki addig azon dolgozott, hogy előkészítse azt a, azt a Novák Kataliról, illetve a ügy hátteréről szóló anyagot, ami, amit használtunk végül az adott pillanatban, akkor az kvázi fölöslegesen tette, nyilván nem fölöslegesen, mert épült vele és, és, és segített a közösségnek, de összességében a, a nap végén nem jelent volna meg. Tehát az, az nagyon fontos, szerintem, hogy az újságok, meg a médiumok, meg a tévék hozzá hozzátartozik az, hogy fölkészülnek eseményekre, lehetőségekre azért, mert abban a pillanatban, amikor történik, a lehető legjobban szeretnék kiszolgálni azokat az olvasókat, nézőket, hallgatókat, akik, akik őket választják. Sőt, hát azt szeretném, hogy minél többen választják őket, ezért minél inkább készen akarnak lenni abban az adott pillanatban. Tehát képzeljük el, hogyha Novák Novákat Levandásak pillanatában kezd el dolgozni bármelyik médium ezen az ügyön, akkor annyi lett volna az első cikkekben, amit bemond a köztársasági elnök a televízióban, illetve akkor délután, nem tudom hány óra volt, az öt óra, akkor értem, nem tudott volna a televízió megszervezni egy, egy adást, amely reagál egyébként. Tehát a legrosszabb esetben az lett volna, hogy még egy napig politikai adást készítenek, ami meg egyébként szintén teljesen megfelelt volna szerintem a újságírás minden elvének, hiszen mindenkit érdekelt akkor, hogy mi történik a hatalom környékén, és akkor meg miért nem mondott le novákat, hogy mik lehetnek a következmények. Szóval ebben az értelemben szerintem egy valójában egy teljesen logikus és szép járás. Egyébként nekrológoknál szokott felvetődni ez a kérdés sokszor, ugye, amikor valaki elhuny és olykor megjelenek nagyon hamar, nagyon részletes és, és szép dolgozatok, és ennek a etikai hátterét is szokták kérdőjelezni, hogy miért van az, hogy még nem is hal meg valaki, de készülnek rá a lapok, hát azért, mert a, a, azzal tudnak a leginkább tisztelegni annak az életmű előtt, hogy abban a pillanatban, amikor az embereket érdekli, hogy, hogy mi történt, abban a pillanatban elmondják, hogy ki volt az az ember valójában, és nem csak egy négy négysoros hírtar, hogy hány éves volt és hol történt. Szóval, hogy igen, én azt gondolom, hogy nem véletlen volt, hanem tudatos és jó újságírói döntés volt. Ö, nekem vannak ilyen vannak, uh, meg, egy megpróbáltam megfejteni, hogy mit jelent szerintem az, hogy én magyarnak érzem magam, messzebbről indulok, és ennek uh, van egy csomó ilyen része, amit én az ilyen nemzet nemzetkarakterológiából igaznak és rám nézve érvényesnek érzek. Az egyrészt az, hogy, mi, hogy, a magyar emberek azok okosabbnak, őszintén hiszik, hogy ők okosabbak az egész világ intézményrendszerénél. Én is ezt gondolom saját magamról. A másik pedig az, hogy feltételezzük, hogy még a jó Isten mögött is hátsó hatalmak állnak. És, és, hogy minden összeesküvés legalább részben, a, a, amire, tehát én nem tudom ezt jobban megcefonni annál, mint hogy mi pénteken fél tizenegykor vettük föl a, a háromharmadot, amiben ugyanúgy ketten voltunk a Petivel, és, a, és akkor elég magabiztosan állítottuk szerintem, hogy Novák Katani le fog mondani, és még vasárnapig. Tehát ezt egyrészt meg lehetett tippelni, másrészt meg a lemondás időpontjáról, tehát hogy mi mondjuk a Danival is beszéltünk már délelőtt, hogy mind a kettőnknek négy óra környékét mondtak nyilatkozatra. Onnan, hogy reggel elindult haza a gép Katarból, Novák Katarinnal, onnan már lehetett sejteni, hogy valami lesz, de nem volt túlzás ezt megszervezni előre, tehát ez egy szimpla újságíró felkészültség. Még a nekrológokhoz szeretném azt a történetet elmondani, mert szerintem a legjobb mutatja ezt a felkészültséget, hogy ugye amikor um, Harry Kissinger meghalt nemrég, és hogy ő azért elég sokáig élt, és uh, jóval tovább a átlagos észak-amerikai férfiaknál, és hogy azt, azt hiszem, hogy a New Yorkerben volt egy olyan nekrológ róla, ahol nem csak a nekrológ szerzője halt már meg, de a nekrológ szerzőjéről nekrológot író másik újságíró is meghalt már azóta. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy vannak dolgok, amikre egyszer annyira előre készülünk, és van, amikor nagyon sokáig nem, nem, történik meg. De hát mi azért a legtöbb ilyen fontos dologra szoktunk előre készülni. Csak ugye nálunk ez kevésbé látszik, mint egy tévénál. György felvetése. A Magyar Péter interjúra utalva az a szám még nem indult el, de egyébként ez egy kicsit kapcsolódik a kontinens elméletedhez. Szóval, hogy a magyar Péter interjúra utalva az a szám még nem indult el, pedig időszerűnek érzem, hogy Rogán putcsa ez a helyzet. A saját emberei előretolásával, a Rogáni kapcsolatrendszerbe tartozó személyek felhelyezésével, Orbán elleni, az Orbán kiöregedése, egészségállapota, ledaráltsága miatti hatalomátvételben egy helyezkezés és pozicionálás. Tudjuk megint csak folytassa szerintem az előzőt. Szerint igen, hogy a jó Isten mögé is háttérhatalmat látunk be ebben az esetben Rogán Antalt, aki szerintem annyira talán nem meghatározza ember a mi sem, hogy ezen a szinten emlegessük. Nincs olyan politikai rendszer, ahol Rogán Antal jobb helyzetben lenne, mint abban, ami most van. Részben az is az oka, hogy minden elemzés szerint, hogy Orbán Viktor ennyire megbízik benne, hogy Rogán Antal se a Fideszen belül nem igazán népszerű se a választók között most már. De ez évek óta az egyik legnépszerűtlen politikus az országban. Az, hogy neki ekkora hatalmas befolyása lehet, az Orbán Viktornak és az ő rendszerének köszönhető, meg annak, hogy ő vezeti a miniszterelnöki kabinetirodát. Ha ez pucs is lett volna, egyébként egy pucs, azt az szerintem nem így néz ki, meg egy kicsit túl bonyolultnak gondoljuk ezt az egészet. Ráadásul mellékesen megjegyzem, hogy amikor elkezdődött, elkezdődött, ez az egész kegyelmű, akkor, nagyon, akkor azért volt olyan politikai szereplő, aki elkezdte terjeszteni saját magára, hogy ez neki köszönhető, úgyhogy mindannyian tudtuk, hogy ez nem így van. Tehát a legenda építés is része ennek az egésznek, de szerintem ez kizárt. Hát, tehát olyan, igen, tehát a Zsoltás első mondat az úgy szerintem, hogy a, amikor nincs kockázat, akkor egy valamit csinál, egy valamit nem csinál hatalmon lévő, nem tesz bele kockázatot. Márpedig minden ilyen típusú nagy, strukturális politikai rendszerben történt strukturális elmozdulás, kockázat. Minden szereplőnek kockázat, hiszen nem tudják, hogy Orbán Viktor hogy rendezi el újra a térképet, hogyha ha megmozdulnak valamik. Nem tudni, abban pillanatban, hogy a Magyar Péter, nem tudni, hogy akkor a, az ő rogán szála egyébként hova vezet, nem tudni, hogy egyébként lesz-e másik szál, nem tudni, hogy a balok szákinél esik le végül, vagy kinek kell még esetleg kitér el valahol ö, ott az a hólabda, ami, ami gör, görög, szóval, hogy ö, nem a hólabda a nemzeti identitására utaltam, hanem, hogy még úton van, és ö, és egyre nagyobb lesz. Szóval, hogy, hogy, ebből a szempontból szerintem ezért nincs az ilyen típusú elképzeléseknek realitása, mert amikor egy hatalmi rendszerben nagyon stabil pozícióban, és a által elérhető legmagasabb pozícióban valaki, akkor önmaga nem épít kockázatot a rendszerbe, ez száz százalék. Ettől függetlenül persze lehet szerepe bizonyos elemeknél, meg lehet, hogy utána, amikor megtörténik a helyzet, mindent megtesz annak érdekében, de minden szereplő, tehát ez nem csak egy szereplő, az összes kulcsszereplő szereplő mindent megtesz annak érdekében, hogy előálló helyzetben a bizonytalanságból a legtöbb profit hozzájöjjön, és a legtöbb veszteség másnál realizálódjon. Tehát ez innentől már persze minden szereplő aktív, szóval uh, én nem gondolom, hogy bármilyen jelleg senkinek nem érdekel. Mindenkinek az az érdek, hogy Orbán Viktor a lehető legerősebb maradjon a lehető tovább a, a Fidesz rendszerben nincs nagyobb káosz szerintem, amit el lehet képzelni jelenleg, mint hogy, mint hogy, Orbán Viktor egy pillanatra is hátat fordít a saját közösségének, és ö, nem is teszi meg szerintem jelenleg, mert, mert az ő keze, vagy az ő tenyerei, vagy nem tudom milyen képet használjunk, azok, amelyek egyben tartják valójában ezt a erőcsoport ö, kört, ami, ami vetélkedik egymással még mindig utólag eszembe hogy egy felmondat, bocsánat, hogy a... Azért nem tudom, majd a Rebekának legközelebb mondunk egy pontozó lapot, hogy a szabályokhoz való ragaszkodások alapján. De nem vitatkozom, csak plusz ez a... Hogy ugye, hogyha egy valamit elért a Magyar Péter interjú, az az volt, hogy Szalai Bobrovnicki Kristófot kizárt az államfői jelöltek versenyéből, és azt meg már Magyar Péter mondta el, hogy neki milyen szoros kapcsolata van Rogán Antallal. De hogy egyébként, bocsánat, tudom, hogy itt nem lehetne kérdezni, de hogy az, hogyha nem is Rogán Andal volt a pucs mögött, mint tehát, hogy nem ő vitte véghez, nem nevezhetjük pucsnak, de hogy az egyébként egy létező helyzet lehet így a Magyar Péter interjú alapján, hogy most viszont, hogy kiesett két olyan szereplő, akik amúgy fontos szereplők voltak legalábbis a kifelé mutatott Fidesz arcok közül, hogy akkor viszont van egy hatalmi átrendeződés, amiben most akár lehet egyébként egy ilyen Rogáni előretörés. Meg az ellenkező is. Hát. Négyes kérdés. Mátyás. A botrány kapcsán az ellenzéki pártok próbálnak legyártani a többiekét a különböző követeléseket, tagmondatokat, amivel a híroldalakon meg tudnak ragadni egy rövid időre. Nagyon nagy a különbség a Fidesz monotónia tűrő képessége és a szétmorzsolódott ellenzék kakofóniája között. A közös lista leszerepelt, de vajon egy-egy koalíció miért nem történik? Ennyire elveszítették a re realitás érzéket a törpe pártok. Azt a Török Gábor interjúra újra hivatkozom, és uh, sajnálom, hogy pont én voltam az egyik készítő, olyan, mint a saját, de a Gábor hivatkozom, nem a saját interjúra, hogy uh, mert nagyon érdekes az ellenzékről mond szerintem, hogy valójában ugye a, nincs politikai relevancia jelenleg annak, hogy mit csinál, hanem a feladata az, hogy készen álljon egy adott helyzetben, ami előáll. Uh, és egy kicsit rímel szerintem erre a kérdés, mert valószínűleg, tehát abból következik az ő válaszából is, meg, meg és az ő válasz meg a rendszerből következik értelmszerűen, hogy uh, olyan erősek a korlátok, hogy valójában nagyon nehéz benne mozogni, és ez pont az egyik ilyenre vonatkozik ez a kérdés, hiszen a minden egyes párt saját sikerkritériuma az, hogy ő hány választóval lesz neki több, mint előző nap. Első körben hogyan a legkönnyebb ilyen típusú választókat szerezni, ha a másik párttól tud elcsábítani a max szavazókon kívül. Miért? Mert azok már ellenzéki szavazók. Tehát, hogy ezok, ez az egyik része. A másik része az, mikor egyébként ellenzéki, de nem valamelyik párthoz nagyon szorosan kötődő szavazókat próbál elérni. Ugye ők a következő réteg, amit könnyű elérni. Ott pedig ugye mobilizálnia kell. Ahhoz, hogy mobilizálja őket is magához húzza, meg kell különböztetnie magát a többiektől, hiszen hogy dönti el a választó, hogy na most melyik ezek közül, vagy talán egy szimpatikus politikust, egy szimpatikus üzenetet, egy olyan ügyet, egy olyan akciót, és ezek nyomán egy tartó egy ideig oda megy, és aztán meglátja, hogy hol maradt. Tehát, hogy ebben az értelmen az ő siker kritériumokhoz egyszer hozzákapcsolódik, hogy hogy valahogy megkülönböztessék magukat, hiszen az a feltételezés, hogy akkor tudnak valamilyen valamilyen szavazó, extra szavazószámot produkálni, ennek kevés nyoma van a valóságban azért összességében, de hogy a, ilyen szemben a módszertan logikus, azzal együtt, hogy a kérdésben rejlő másik felett, az persze tök jogos, Tehát, hogy ezt a magyar interjúból a megafon ahány videót készített volna, és hogy már mindannyiunk fölébe itt zúgnának ugyanazok a, ugyanazok a, kivágások, amik nem tudom éppen melyik voltak, voltak a ellenzék számára a leghasznosabb, vagy leginkább használható részek, de az száz százalék, hogy ez már a mindünk üzenő falán föltűnt volna, hogyha fordított eset van. Itt nyilván mások az erőforrások, mások a politikai eszközök, más a más a erőfor, pénzügyi erőforrásoknak a helyzete, de, de mondom, ez adottság, és azt nem is gondolom már, hogy ez már holnapra, vagy a rendszernek a szakaszában ebbe érdemi változás tud beállni. Pláne akkor, bocsánat, mikor a két legnagyobb pártközti konfliktus, ha még emlékszünk rá, most élezték ki, most ugye ki van a a nyilvánosságból, de ha levennénk róla a fidesz és az embereket leginkább érdeklő problémákat, akkor mögött ott lenne egy Momentum DK konfliktus. Ja, igen, és a, de egyébként még azzal együtt is, hogy egy videó gyertanának belőle, lehet, hogy kevesebben nézték volna meg a, meg a font teljes költségvetéséből készült videót, mint ezt az egy partizános interjút, ami lassan meg két millió Túl van rajta, lesz, éppen. túl van? 20. Igen, éppen. Ami nagyon durva, mert nem csak a teljes Magyarország ötöde, hanem az van, hogy ilyenkor azok is beszélnek róla utána mindenki másnak. Én olyan embereket hallottam erről beszélni, akikről soha nem vártam volna, de most félrementem, bocsánat. A, én is azt gondolom, amit a Peti, ebben, hogy, a, hogy esély, ugye a, 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 Fidesznek alkotmányozó többsége van a parlamentben, ez mindennek az alapjában a rendszerben, tehát ők tudnak megválasztani köztársasági elnököt. Ha lenne bármilyen reális esély arra, hogy az ellenzék egy olyan embert jelöl, akit utána meg lehet választani, akkor szerintem máshogy néznek ki ez a politikai reakció, mert akkor ott ők is éreznék, hogy itt van egy metodikája annak, hogy hogyan jutassuk oda a saját emberünket. De erre nincs esély, semmi. Tehát innen töltök fölösleges, és akkor megnézed azt, hogy mit tudsz te politikailag elérni ebben, az e ebben és akkor a másik oldala meg az, hogy a te politikai arcéledet mutatod be, amit a Péter is mondott az előbb, és akkor ezzel a megoldással éltek. Egyébként szerintem itt is van egy, egy leghatékonyabb közös mondás, amivel többen is előjöttek, és szerintem is nehéz, még, még hogyha azt is elképzelhetetlenek gondolom, de nehéz jobbat állítani, mint a közvetlen köztársasági elnök választás. Egy csomó szempontból igazából lényegtelen, hogy ezt terítjek -e, mert egyrészt nem tudják elérni, másrészt meg a magyar rendszer teljesen idegen az egész, de mégis az van, hogy ez az egyetlen üzenet, ami, ahol kérsz is valamit, és rá is tudod húzni a rendszerre, hogy nem lehet megbízni egyszerűen, hogy úgy újabb köztársaság A jelöljön, mert nézzük meg, milyen arányban váltak be az meg kellett lemondaniuk. Szóval ez egy, ez egy olyan ilyen természetes reakció gyakorlatilag az ellenzék helyzetére. Nagyon rosszul viselkedhettem mert mindenki Péternek hív. Úgy jó van. Ezen túl főnöknek hívlak. Jó, akkor maradjunk a, a az előző színnel. Uh, Csilla. Úgy vélem, a köztársasági elnök kegyelme körül kialakult botrány túlmutat a politikai technológia kérdéséig. Bocsánat, kérdéség. rosszul Csillag. Csillag. Igen, rosszul küldtem el, neked rájöttem. Ah, oh, bocsánat. Csillag. Hát nem, én, én, én bocsánat, hiszen én küldtem el rosszal. Lehet, hogy egyébként jól küldted, csak automatikusan kiavítottam. Ja? <laughs> Na, Csillag. Úgy vélem, a köztársasági elnök kegyelme körül kialakult botrány túlmutat a politikai technológia kérdésein. A közös együttélésünket ugyanis láthatatlan szerződések erősítik meg, mint a nyelvünk, a magyar identitásunk és a közös hagyományaink. És vannak bizonyos nagyon mély tabuk is, mint a pedofilizmus vagy a kannibalizmus. Az iszonyatos bűnök csak úgy jöhetnek létre, ha valaki alapvetően semmibe veszi az együttélésünk szabályait, és visszaél a hatalmával. A Fidesz ennek a bélyegét égette most magára. Szerintetek a társadalom védelme érdekében nem lenne szükséges úgy keretezni a történetet, hogy innentől fogva mi, a magyarok állunk szemben a politikai gazdasági elit morális törvényszegésével, a társadalmi szerződés megtámadóival, illetve szerintetek, ha a szerződésszegő politikai elit nem tisztul meg, akkor annak milyen következményei lehetnek az együttélésünkre nézve? Hú, a kannibalizmus egy nagyon érdekes téma, amiről most tudom, nem szabadna beszélni, mert nem erre vonatkozott a kérdés lényege, de, de ebből számos könyvet érdemes nem azt mondja, de hogy számos könyvben vannak erről nagyon érdekes részek, hogy azokban az országban, amiben különböző tragédiák miatt megtörtént nyilván éhezés, és ez hasonló, hogy, hogy hogyan lehettek elhallgatva éppen azért, mert olyan mély és felfoghatatlan társadalmi tabukat sértenek, ami miatt feldolgozhatatlanná válik egyébként hosszú távon, is ilyen is volt például Ukrajna esetében, és ez meg a Timothy Snyder véres övezet című könyvében van részletesen. Ez a melyik a ukrajnai népírtás a Szovjetunió Amikor a nagy éheztetés volt. És a holodomor, a... az a, azt hiszem úgy hívják, hogy... Igen. Yeah. Igen? Ez, nem tudtam ezt a... A, Ezt az elemzéset. Na mindegy, szóval, hogy ez a kérdés, vagy a válasz az nem igazán tartozó, hanem benne mély nyomot hagyó része a, a monológomnak. Nem a monológomnak e része, hogy ott mély nyomot bennem, hanem az ügy, hagyott ott mély nyomot bennem. A... a másik pedig az, hogy szerintem itt van egy, nagyon érdekes elképzelés az erkölcs és a politika, ez az, az első téma. Na itt szerintem nagyon, nagyon érdekes és megfoghatatlan, és valójában leginkább filozófiai vita, ami politikai szinten szerintem érvényesíthetetlen. Nagyon érdekes, hogy milyen mélyen a magánélethez, vagy legalábbis a, akár sorolható ilyen privacy körébe is sorolható ügyek is közerkölcsi botrányokká, vagy közéleti nyilvánosságban tárgyalt problémákká válnak, mint Borkai Zsolt ügye, vagy Szájer Zsolt ügye. Nyilván okkal válnak közélet ügyé, tehát nem, ez csak alapvetően valamilyen magánéletben megélt erkölcstelenséget válik, vagy hoz politikai következményeket. Tehát nem a közösség ellen elkövetett tabus van itt szó. Másrészt viszont a, egy más elképzelések szerint meg azok a sokkal erősebb erkölcsi sértés, mint mondjuk a korrupció, vagy a nem tudom, a jogállam felszámolás. Most mondhatnék ilyeneket. Tehát amikor valamilyen elvont közéleti demokratikus konszenzusok felszámolását is valamilyen erkölcstelenségként azonosítják, ugye sokan, és a korrupció a jó példa talán. E, és ezekről mindenki más gondol. Tehát valójában ez egy érvényesíthetetlen, nincs olyan, hogy van egy norm, főleg azért, mert ezek a polarizált valójában mindenki ezeknek a konszenzusoknak a felszámolására törekszik. Tehát, hogy, hogy tök más gondolunk egyszerűen arról, hogy mi a bűn, mi a erkölcstelen, hol, vagy ha még ebben vannak is konszenzusok, hogy ennek a következmény határai hol vannak, arról teljesen más. Tehát, és ezt egy hatalommal, egy 10x éve autoritár társadalomban, kor, rendszerben kormányzó hatalommal szemben megépíteni egy társadalmi szerződés az lényegében lehetetlen. Tehát ebben a szempontból nem érvényesíthető. Következő tétel szerintem a magyarok kérdése, az meg végképp nem érvényesíthető a Fidesz szemben. Tehát a Fidesznek van szerintem a szavazótáborának összekötő magja, és ami miatt, le, hogy mondjam, még, még, még a legrosszabb eset, vagy a legrosszabb teljesítmény esetén is képes a tábor nagyon nagy részét egybe tartani, az Orbán Viktor és a hajrá magyarok ilyen három vagy négy szóval leírható egész. Tehát egyszer a piros fér zöldbe csomagolt politikai történet, amely arról szól, hogy a magyarok identitását ők védik meg, és lehet, hogy emellett vannak ilyen vadhajtások, amelyeknek néha pedofil Ügyben elítélt ember kap kegyelmet, máskor egy jakton ö, csúszik ö, az átlagosnál több részővel elköltött szexuális aktivitásba egy polgármester. De ezek, ö, ezek így mind részei, de a lényeg az, hogy középen van egy nagy piros-fehér-zöld zászló. Tehát eb ebben az értelemben szerintem azért nehezen. Ö, ö, nehezen megépíthető történet lenne, ami, 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 persze az egész mélyen van, az biztos, hogy most nagyon erős erkölcsi tabut sért. Tehát a legerősebb erkölcsi tabut a gyerekek sérelmére elköltött, ha az ember börtönfilmet néz, vagy mindenhol az, aki gyerekeket bánt, annak van a legsúlyosabb elbánás, az kapja a legsúlyosabb elbánást. Szóval hogy ebben az értelemben ez nyilván ez egy ilyen alap, és nyilván erről szól most a politikai küzdelem az érintett felek között, hogy hogyan képesek megfogalmazni azt a tabusértést, vagy azt a és azért akarják megfogalmazni, mert a kérdés mélyében rejlő dolgot akarják elmondani, hogy nem azért lett ez a tabusértés, mert az az egy ember, aki abban a pillanatban döntött, elkövetett egy hibát, hanem nyilván azt mondják, hogy a rendszer alapvető erkölcstelenségéből következik, és és az értékek felszámolásából következik az, hogy elkövetődhetett egy ilyen hiba, hiszen ha nem így tették volna 14 éven át, hogy minden... Az erkölcsi alapot felszámolnak, vagy, így, vagy ilyen értékkonszenzust félretesznek, akkor nem, lőhetett, nem lett volna egy ilyen helyzet. Tehát ebben az értelemben nyilván van erről egy... Van erről egy politikai küzdelem, de ezzel együtt én, én ezt tartom egy nagyon nehezen érvényesíthetőnek, és ebben nem látom, hogy lehetne egy ilyen társadalmi szerződést alapon érvényesíteni, egy erkölcsi konszenzust a hatalmi elittel szemben. Itt szerintem ezek nehezen megrajzolható, meg érvényesíthető, és leginkább elbeszélhető dolgok. De hát valami ilyesmiről szól ez a péntek esti tüntetés. Most a, ez a podcast ez egy időben megy majd ki elvileg a szokás szerint a, az, amikor a tüntetés kezdődik, de péntek délelőtt vesszük föl. és szerintem ez a, már az egésznek a jellege is, hogy, hogy, megpróbál egy tüntetés egyszerre háborgó és apolitikus lenni. És akkor olyanokról beszélnek, hogy a közbeszéd állapota, meg hogy odakint szörnyek járnak, és lehető legkevésbé mondva ki azt, hogy, hogy kik azok a szörnyek akikre ez vonatkozik. Újra tüntetés szommelé. Igen, de ez is van ügyeletből valószínűleg is fog megírni, úgyhogy ezt is nézni kell majd. De egyébként érdeklődésből kismerjük, mert szerintem ilyen még nem történt, mint ez. És ez a, ennek az egésznek az a politikussága, hogy egyszerre hiperpolitikus, mert hogy a, 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 a ügye, magabb ügy, hogy nem tudom, <laughs> anglicizmus, ha én ismérte. Hogy, hogy, a legközpontibb ügyjel foglalkozik a, a, a gyermekbántalmazás kérés, kérdésével, miközben mégse nevez meg expliciten felelősöket ezért, de mindenki tudja, hogy kik a felelősök, és van egy ilyen védőbástya, ami ezt a morális felháborodást elválasztja attól, amit ők pártpolitizálásként azonosítanak, és ami bizonyos szinten egyébként egy a Fidesz által fölépített koncepció, hogy létezik pártpolitizálás, meg közbeszéd külön. A pártok elvileg azért jönnek létre, hogy a közös ügyeinkben embercsoportokat képviseljenek, nem, nem egy, tehát hogy a pártpolitika önmagában az ugyanaz, mint a politika, nem egy ilyen dehonestáló kifejezés erre az egészre, de, de hogy szerintem tök jól megmutatja, hogy ezt a, az ilyen taktikai részét, vagy a konkrét politizálást, az elvi, morális politizálástól mennyire elválasztják fejben nagyon sokan, és szerintem ennek a felháborodásnak része ez az esti tüntetés, is, mert tényleg az van, hogy a, hogy vannak ugye ezek a praktikus dolgok, hogy akkor hány szavazó kell ahhoz, hogy a Fidesz meg tudja tartani a hatalmát, mik az eredeti élményeik a fidesz kapcsolatban, egy adott esetben a választás elé állítják őket, akkor a Fideszre szavaznak-e, meg van -e ezzel kapcsolatban egy ilyen morális élmény, hogy, hogy milyen országban élünk, hogyha megnézed azt a hatnapos intervallumot, amíg a miniszterelnök nem szólalt meg, akkor az milyen hatással volt a vérnyomására egy csomó embernek, Magyarországon, hogy milyen volt az az egy hét, amíg csönd volt, még úgyis, hogy közben egészen felháborító ügyek történtek, és, hogy, és elmond valamit erről a rendszerről, is, szerintem, tehát én azon gondolkozom egy hetem, hogy közössége a Fidesz. Megmérték volna-e Orbán Viktor népszerűségét is, úgy, ahogy megmérték Novák Katalinét? Tehát, hogy az, amit fölépítettek, az minden morális hibájával együtt egy, egy közösség, ahol esetleg kontraszelektált emberek vannak, vagy az, az egy ember? Ez persze egy. Most egy ilyen kicsit kiszúrtam, hogy nekem mert feltettem, egy ilyen nagy kérdést, amire nem fogunk válaszolni, hiszen nem lehet, de én, én, én hívebb, nagyobb híve vagyok a, a morális alapú megközelítéseknek, leginkább azért, mert nekem viszonylag egyértelmű, mert meghatározott morális állásponton van ez a katolikus liberális. A, alapvetően az ember értékére koncentráló álláspont, és szerintem ez egy olyan univerzális dolog a modern liberális demokráciákban, amik, amik mindenkinek a gondolkodását meghatározzák. Messze mentem az eredetitől, szerintem ez a, tün... a lényeg az, hogy szerintem ez a tüntetés, pont valami ilyesmiről szól. Mm, én most egy picit visszaugranék meg az eredeti kérdéshez, ami egy kicsit ezt az ilyen, hogy a gazdasági állítás szemben meg lehet-e fogalmazni azt, hogy, hogy mi a nép, és csak azért, mert hogy nyilván az utolsó egy hétben nagyon sok tüntetésen voltam, mert egy videókat forgattunk, és ebben volt civil tüntetés, volt momentumos, vagy inkább ellenzék, illetve volt a mi hazánkos ellenzéki tüntetés is. És ugye amúgy nekem az volt a meglepő, hogy egyébként így arra a kérdésre, hogy amúgy hogy érezték magukat az ügy kapcsán, vagy milyen érzések, nagyon-nagyon hasonló választ adtak, mint, mint, Orbán Viktor. Szóval ez a miszlik be a És ugye egyébként szerintem azért is nagyon nehéz meghatározni bárkinek, azt hogy mi vagyunk a, a magyarok, és mi vagyunk az egyszerű nép Orbán Viktorral szemben. Mert nem úgy a kommunikáció, és ez abszolút nem egy ilyen Orbán Viktor dicsőítése akar lenni, hanem inkább az másik oldalnak egyfajta ilyen hiányára való reflektálás, hogy bármelyik mind a civil, mind az ellenzéki, mind a mi hazánkos tüntetésen, az akár melyikről, akár kinek lehet prekoncepció, hogy kifogalmaz ki egy, ö, egyszerűen, nem fogalmazták meg olyan egyszerűen, hogy mit kell egyébként érezni ebben a helyzetben. És szerintem addig, amíg nem történik meg egyfajta nyelvezeti váltás, addig nehéz, nehéz lesz itt azt meghatározni, hogy igazából hiába tudjuk, hogy ők gazdasági elit, de hogy valóban ők azok, mert nem úgy beszélnek. Erre fél nah. Jó. Akkor ha három, három ki. szabálytalanságot követtél, csoda, hogy itt maradtál a stúdióban. Ugye? Remélem, legközelebb is jöhetek azért. És itt élőbe kell szerkeszteni a műsort, ez így nagyon rossz. Zárásként még újra elmondanánk, hogy március 5-én élő háromharmad felvétel, a jegyekért pedig a linket keresétek a leírásban, és köszönjük szépen. Ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel a 24.hu YouTube csatornájára, állítsatok be az értesítést, és egyébként is nem az ellenzéki összefogás az egyetlen, amit ütni lehet, hiszen ott talál like egy gomb is.